Ma henger alakú Aristonok termosztátjával készültem. Ma henger alakú Aristonok termosztátjával készültem. Ez nem teljesen igaz így, hiszen a kis ANR-es készülékekben azokban is hasonló termosztátok vannak. Bizonyos típusokban, főleg ahol nincsen külső állítási lehetőség, ez az Aristonnak például a Faiz terméke, vagy adott esetben az Ecofix, nem lehet állítani a hőmérsékletet, legalábbis ezt gondoljuk elsőre. Valójában ilyen kis karocskák tényleg nincsenek azokban a készülékekben, illetve külső szabályzók, de egy ehhez hasonló termosztáttal azok is rendelkeznek. Ezek a termosztátok rögzített állapotban kerülnek ki a gyárból, azért, hogy a szállítás közben ne állítódjanak el. Itt ezen a ponton látszik, hogy van egy kis műanyag rész, ott szintén, és itt is, ami egy picit olyan, mint az üdítős üvegnek a kupakja. Mindjárt közelebb hozom. Ezt itt el tudjuk tekerni, de gyárilag itt két ponton ezek össze vannak olvasztva, és itt jön a képbe az üdítős üveg, tehát ugyanúgy pattan el, mint ahogy az üvegnél, amikor kinyitjuk. Ha már egyszer elpattintottuk, akkor utána két végállás között remekül lehet szabályozni őket. Egyik végállás, másik végállás. Jó, és itt van nekünk ez, amit eddig még nem pattintottunk el. Itt ezt a kart mozgatva nem történik semmi, nem lehet állítani. Viszont ha bátrabbak vagyunk, akkor ez volt az a mozdulat, aminél eltört, és innentől kezdve lehet szabályozni a vízhőmérsékletét. Jó, tehát ha újonnan akarunk egy készüléken hőmérsékletet szabályozni, akkor az első mozdulatnak egy kicsit erőteljesebbnek kell lennie, mert ezek a szabályzók gyárilag rögzítve vannak. Még egy dolog, ha átállítjuk az egyik végállásba, itt van nekünk egy lapos fele ennek a kis eszköznek, itt van rajta egy kvázi nyilacska, és ott pedig egy furat, amin ha benézünk, ott a hőkioldója. Tehát, hogyha kioldott a hőkioldó nem melegít, akkor ezt a szabályzót áttekerjük a maximumállásba, és ekkor hozzá lehet férni, és be lehet kapcsolni a hőkioldót.